Az önkormányzati választás utáni első nemzeti ünnepen a koszorúzás kegyeletteljes pillanataiban is felsejlettek a nemrég véget ért kampány politikai erővonalai. D. Kovács Róbert Antal polgármester nyitotta meg a koszorúzást, majd a Fidesz kőbányai szervezete, utánuk pedig az ellenzéki összefogásban részes pártok képviselői helyezték el a megemlékezés virágait, és koszorúztak más szervezetek képviselői is. Az ünnepi műsorban Agárdi László színművész összeállítását hallották a résztvevők. Most Faludi György verséből idézünk fel egy részletet. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez és az örömhöz. Te fogtál mindig kézen, ha botladoztam. Hányszor iklettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag! Oly könnyű volt a nehéz út veled. Nagyon soká sütöttél őszhajamra. Ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett! A kőbányai megemlékezésen D. Kovács Róbert Antal polgármester mondott ünnepi beszédet, ebből fölidézünk egy részletet. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők! Köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat, hogy 1956 forradalmára és szabadságharcára együtt emlékezzünk. 56 nekem, ez máig is a csoda. Ami az életemben a csúcs volt, az emberhez méltó. Furcsa, hogy ezt így mondom, hiszen akkor én nagyot vesztettem, a legnagyobbat, amit ember veszíthet. Én akkor mindent elveszítettem. Mégis úgy gondolok vissza rá, hogy gyönyörű volt. Így fogalmazott Maléterné Gyenes Judit visszaemlékezésében. Igen, a férjét és vele mindent veszített, de nekünk magyaroknak megnyerték 56 hősei a jövőbe vetett hitet. Ezzel 1956 soha el nem évülő felelősséget rakott a vállunkra, a hit megőrzésének felelősségét. Azért jöttünk ma össze, mert mi kőbányaiak átérezzük ennek a súlyát, hiszen egy forradalom így az 56-os is addig él, amíg hatással lehet az utána következő generációk jellemére és mindennapjaira. Egy forradalom eszméit, így az 56-osét is akkor tudjuk életben tartani, ha arra emlékezünk, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amikor mindennél erősebbé válik a lelki ismeret parancsa. 1956 olyan erős fundamentumot jelent, amelyre nem csak mi, de az utánunk következő nemzedékek is bátran építkezhetnek. A mi felelősségünk, hogy megértessük a következő generációkkal, milyen hatalmas áldozatot hoztunk értünk a szabadságharcosok. És 1956 forradalmi üzenetéből a mi felelősségünk megérteni és megértetni, hogy csak összefogással építhető a jövő, hiszen 1956 a nemzeti összefogás kivételes pillanata, és az akkori események mutatták meg, hogyan születhet és születik néhány óra alatt nemzeti közösség. És felelősségünk, hogy mi a szabad Magyarország polgárai gonddal és tiszta lélekkel kell őrködjünk nemzeti létünk méltósága fölött. Tiszteld a múltadat, hogy érthesd a jelent, s munkálkodhass a jövőn, fogalmazta Széchenyi. Igen, ember emlékezet óta tartjuk, hogy múltunk ismerete a jelen és a jövő alapja. Mert ez vethet gátat az örökségünk önkényes kezelésének, s arra kényszerít, hogy az örökülhagyók által jóváhagyott célokat kövessük. Mi magyarok tudjuk, mert megtanított bennünket a történelem arra, hogy mit jelent ennek az örökségnek az önkényes kezelése, tudjuk, hová vezet az előttünk járók által jóváhagyott célok feladása. Több mint 3 évtized kellett ahhoz, hogy 1956-ban vérrel és verítékkel kívott szabadságot 1990-ben visszaszerezzük, és végre megszabaduljunk a tékozlók bűnétől, az árulásukkal behívott szovjet csapatoktól, az idegen megszállástól. Valóban több mint 3 évtized kellett ahhoz, hogy ott folytassuk, ahol 1956. októberén végén álltunk, a szabad
független és reményteli jövő kapujában. Kedves ünneplők, nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy mitől annyira különleges 1956 forradalma. Mi emeli ki minden más esemény közül? Ma már jól tudjuk azt, ami akkor még elképzelhetetlennek tűnt, egy maroknyi nép semmivel sem törődő enszáltsága egy egész világrendszert ingatott meg. A magyar vér nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhulni, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben, írta Albert Camus 1956-ról. Tisztelt kőbányaiak! Az 1956-os forradalomra emlékező rendezvényeken leginkább a gyász és az áldozatokért érzett tisztelet lengi körül az eseményeket szerte az országban. Elfelejtjük, hogy október 23-a tulajdonképpen a győzelem ünnepe. Egy büszke, erős, önmagáért kiállni képes nemzeté, amely külső szemlélőnek teljességgel ideális helyzetben az igazság és elszántság erejével képes volt megnyerni egy kilátástalannak tűnő csatát. Mert egy percre sem hitte el, hogy lehetetlen. Fiatal munkások, akiket meghurcolt, elkeserített, megalázott a sztálinista rendszer. Az idősebbek, akik megjárták a szovjet fogolytáborokat is. Családapák, fiatal suhancok. Rendőröktől, katonáktól vagy raktárakból, laktanyákból szerzett kézi fegyverekkel és benzines palackkal egy-egy rátermett parancsnok irányítás alatt lázadtak fel az elnyomás, a megaláztatás ellen. A lengyelek melletti szimpátia tüntetésre összegyűlt tömeg azt követelte, hogy Nagy Imre vegye át az ország irányítását. Bár nem nevesítették, mindenki tudta, hogy a 16 pontban megfogalmazott követelések közül a harmadikkal a Gerő Ernő féle ortodox moszkoviták vízióira mondtak nemet. Őket számúzték, akkor még csak verbálisan a hatalomból. Azokat a valódi reakciósokat, akiknek legfeljebb az Andrássy út 60 pincében támadtak önálló ötleteik, miközben változatos módszerekkel kínozták az eltérően gondolkodókat, még nem. Minden másban szolgálian másolták a nagy testvért. 1956-ban az ifjúság ugyanazt a kérdést tette fel magának, mint 1848-ban. Rabok legyünk, vagy szabadok? Maradunk-e kesztyűbábok a mindenkori szovjet vezetés egyik ujján? Feloldódunk-e nemzetként az internacionalizmus tengerében? Vagy visszaszerezzük önrendelkezésünket és vele szabadságunkat? A forradalom utáni perekben használt minősítések már előrevetítették az ítéleteket. Erről is beszélt korábban Őrsi László történész, akkor, amikor a Fegyveres ellenállás a 10. kerületben című kötetét bemutatták a Kösziben. A bemutatóról szóló archív felvételekből idézünk föl néhányat. Nem kellett koncepciókat gyártani az 56-os projektben, mert ezek a történelmi szemlélet volt koncepciós. Tehát ha fegyveres harcot, azt ugye gyilkossággal minősítették, ha pártokat szerveztek, akkor az a népi demokratikus köztársaság elleni szervezkedésként merül föl, ha valaki röpcidőveket gyártott, az pedig az izgatás tényét vonták alá, tény alá vonták a cselekedetet. Tehát megvannak, voltak erre mindenre a súlyos paragrafusok, amelyekre lehet ítélkezni. Ez ellentétben mondjuk a Rákosi rendszerrel, ahol valóban gyártották, koholmányokat gyártottak, tehát egy rajper vagy akár a mincenti perben hiába keresnék bármiféle valóságalapot. Tehát ez nagyon nagy fontos különbség a 56 utáni perek és a korábbi rákosista perekkel. Az ünnepségen is elhangzott, hogy november 4-én az Éles Saroknál lévő emlékhelyen tartanak megemlékezést Kőbányán.